Mai vendégünk dr. Pintér Zoltán Árpád, középiskolai tanár, egyesületi elnök, önkormányzati képviselő. Üdvözlöm, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Tisztelettel köszöntöm a kedves televízió nézőket, és én köszönöm a meghívást. Számos dolog történt az elmúlt időszakban, és arra kérem, hogy összegezzük ezt, hiszen ahogy a Felkonban elmondtam, az önkormányzati képviselőként is dolgozik, és az 5-ös számú egyéni választó kerület önkormányzati képviselője. Mik történtek az elmúlt időszakban? Igen, valóban, és jogos a kérdés. Nagyon mozgalmas időszakon vagyunk túl. Tulajdonképpen statisztikailag nehogy rossz számot idézzek. Hazánkban nagyságrendileg olyan 3200 önkormányzat működik, most ez egy kerekített szám egyébként, és nem hiszem, hogy van olyan magyar önkormányzat, aki nem mondaná az elmúlt időszakra, hogy mozgalmas volt, vagy nem volt mozgalmas, és nem volt egyszerű időszak. Egy kimondottan problémás időszakon vagyunk túl. Ugye tulajdonképpen, ahogy véget ért egy olyan másfél évvel ezelőtt az a nagyobb járványhullám, a Covid világjárvány, akkor mindenki meg volt győződve ország és világszerte, hogy visszatérünk egy normálisabb kerékvágásba. Aztán ez tulajdonképpen a tavalyi év úgy egészében keresztül húzta. Tulajdonképpen ez a nem számított nemzetközi konfliktus, vagy már inkább úgy mondanám, hogy geopolitikai mértékű konfliktus, az orosz-ukrán háború, a háborúból fakadó energiaválság, és az energiaválság hatására országszerte megjelenő gazdasági terhek, különös tekintettel a közüzemi számlák, energiadíjak óriási megnövekedése, az minden önkormányzat gazdálkodásában jelentős problémát, jelentős terhet jelentett. Így volt ez Karcag esetében is, pont egy olyan időszakban, amikor egyébként nyilvánvalóan mindenhol országszerte elvárta a lakosság azt, hogy a járvány utáni visszarendeződés időszakában törekedjenek az önkormányzatok, törekedjenek a települések tartalmas, mozgalmas programmal kecsegtetni őket, ugye visszaterelni a hétköznapok sodrásába. És tulajdonképpen egy ilyen kettős kihívás előtt álltunk. Egyrészt mutatni kellett azt, hogy a városnak igenis megvan a lehetősége közösségi programok szervezésére, szórakozási lehetőségek kialakítására, másrészt mindezt egy nehéz gazdasági évben, egy megnövekedett gazdasági terhek közepette kellett megvalósítani, és én úgy gondolom, hogy ez valamelyest sikerült is. Azért, ha visszagondolunk az előző évre, számos rendezvény, különböző korcsoportok, különböző korosztályok számára különböző rendezvények kerültek megvalósításra, ami egész évben egyenletesen elosztva éreztette azt, hogy Karcag rajta van a művelődés, Karcag rajta van a kultúra térképén, és hogy jó ide eljönni, jó egy koncertbe becsatlakozni, jó azon a korcsolyapályán csúszkálni, ami mondjuk az önkormányzat előtt fel volt állítva, vagy mondjuk idén tavasszal már volt egy nagyobb rendezvény, például ez a keltészta, pálinka és kolbásztöltő mustra, ahol szintén ugye jó volt koncerten részt venni, szintén jó volt ugye a közösségben lenni, és mindezt kellett olyan időszakban megvalósítanunk, amikor figyelnünk kellett erre, figyelnünk kellett arra, hogy az elmúlt időszak költségvetési forrásból fedezett fejlesztései, urbanizációs feladatai, allokációs feladatai is tovább gördüljenek. Ön az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság élén is tevékenykedik. Mire fókuszálnak a bizottságban? Igen, tulajdonképpen ez egy azért érdekes, vagy azért izgalmas kérdés, mert a képviselői munkának van egy láthatóbb oldala, meggyőződésem szerint láthatóbb oldala, amikor egy-egy választókerületben meg tudunk valósítani valamilyen fejlesztést, legyen az egy beruházás, legyen az valamilyen a közösség hétköznapjait jobbá tevő dolog. Ilyenre is sor került például a korábbi évek parkolóépítési trendjének folytatására, hiszen a korábbi években talán emlékszünk rá, adtam is róla korábban a riportot, hogy parkolót tudtam megvalósítani a Forint utca elején, ami a Varró István Technikum parkolását segíti, parkolót adhatunk át a Varró utcán, ami szintén a Varrónak, illetve a szociális intézménynek a megközelítését segíti, parkolót tudtunk átadni a József Attila utcán, ami a György István Katolikus Általános Iskola megközelítését segíti, és ezt a trendet tudtuk folytatni az előző évben, mondjuk a Kovács Mihály Iskola előtti parkoló rekonstrukciójával, a Püspökladányi úton az önkormányzat háta mögötti parkoló sáv kialakításával, vagy például a Szent István római katonikus plébánia átellenében a Széchenyi István sugárúton lévő parkoló kialakításával, és ezek a láthatóbb dolgok.
láthatóbb dolog szintén úgy gondolom mondjuk a városi közvilágításnak a rekonstrukciója, ami szó szerint láthatóbbá tette a várost, hiszen szürkület után, különösen este, sötét éjszakákon azért jól látható, hogy ezek a LED panelek nem csak a város költségvetésében jelentnek majd közép- meg hosszú távon fontos megtakarítást, hanem azért személyi és vagyonbiztonság szempontjából is bizonyélhetőbbé tették ezt a várost. És látható mondjuk a képviselői munkának az az oldala is, amikor a testületi ülésen mondjuk felszólalunk egy-egy minket érintő, szakterületünket érintő ügyben, viszont ez csak az egyik, az érmének az egyik része is, ahogy ön is utalt rá, van az érmének egy másik oldala, az a nem látható munka. A nem látható munka az, amikor az önkormányzat munkatársaival szorosan együttműködve, szakbizottságok keretében előkészítjük a testületi ülésre kerülő döntéseket vagy témákat, előkészítjük azokat a fejlesztési célokat, pályázatokat, amelyek a város hétköznapjait nagyon is átszabják. Az élet úgy hozta, hogy amikor én egy időközi önkormányzati választáson 2020-ban képviselői mandátumot szereztem, akkor a testületi ülés egésze, sőt, örömömre szolgál, hogy pártoktól függetlenül alkalmasnak találta arra, hogy az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság keretében elnökként tevékenykedjem. Ezt a bizalmat azóta is igyekszem meghálálni, és ezt az elnöki, úgynevezett OKSB elnöki teendőimet nagyon komolyan is veszem. Az elnöki teendők tulajdonképpen a bizottság munkájának koordinálása, a témák ismertetése, a témákba való mély belágyazódásban merül ki, és nyilvánvalóan ez egy nagy feladat, hiszen maga a városi önkormányzat és annak képviselőtestülete fenntartói jogokat gyakorol bizonyos nevelési oktatási intézményháló felett is, de ezen túl felelős például az oktatásban résztvevő fiatalok érdekvédelmeért, felelős sport fejlesztési területekért, és felelős bizonyos kulturális intézmények működéséért is, kulturális célok eléréséért. Tulajdonképpen ez egy nagyon sokrétű feladat. Ezen belül talán azt mondanám, hogy az egyik, bőven én ugye tanár vagyok a hétköznapokban, én főállásban tanítok és osztályfőnök is vagyok. Szerintem az egyik legfontosabb feladat az, hogy a fiatalokat közvetlenül is tudjuk az OKSB-n keresztül segíteni. Ennek az egyik legkiválóbb eszköze például az a szociális alapon megítélt tanulmányi ösztöndíj, amelyet a város egyébként már évtizedek óta folyamatosan folyósít a helyi fiatalok számára, és ezen szociális ösztöndíj program az elmúlt években a kritérium rendszerét illetően komoly átalakításokon esett át. Tulajdonképpen az elmúlt években arra törekedtünk, hogy évről évre lépcsőzetesen emeljük például azt az egyfőre első családi jövedelmi szintet, amelynek köszönhetően egyre több fiatal vehette igénybe ezt az ösztöndíjat. Egyre több fiatal látta meg azt, hogy egyébként a jó tanulmányi munkának nem csak önmagáért, hanem egyébként a közösségért is hathatós értéke van, és ezt a város maga és elismeri. Az idei 2023-as évben pedig nagy eredménynek tartom, hogy most ugyan a kritériumrendszerben nem az egyfőre első jövedelemhez nyúltunk hozzá, hanem az ösztöndíj sávokhoz, de az eddigi 30 ezer forintos maximális sávot egy lépcsőben 50 ezer forintra tornáztuk, ami értelemszerűen maga után vonta azt, hogy az egyes átlagokhoz kötött ösztöndíji értékek is jelentős értékváltozáson estek át, és emiatt egyébként nyilván a magasabb inflációs nyomás miatt is azt látják a fiatalok, hogy azért a város törekszik a nehéz gazdasági körülmények, ugye a növekedett anyagi terhek ellenére is elismerni az ő tanulmányi eredményeiket. Végső soron a karcagi társadalom, vagy minden vidéki település társadalmának jövőjét, akár a helybe beköltöző fiatalok jelentik, úgy gondolom, hogy nekik érezniük kell azt, hogy a városi önkormányzat komolyan veszi őket és megbecsüli őket. Ennek ez az egyik legjobb eszköze. És köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt, és hogy beszámolt ezekről a szép eredményekről. Köszönjük. Nagyon szépen köszönöm.